Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Gyurcsek János, alpolgármester, polgármester helyettes, a 4-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, ezúton köszöntök minden karcagi televízió nézőt, különös tekintettel a 4-es számú választókörzetben lakókra. Kezdjük az interjút azzal, hogy a város alpolgármestereként milyen feladatokat lát el, mióta tölti be ezt a tisztséget. Visszamennék az időbe 2010-re. 2010 júliusában lettem megválasztva, mikor Fazekas Sándor miniszter úr lett, akkor lettem alpolgármester, utána a választásokon ezt az eredményt, ezt a beosztást meg tudtam ismételni, és gyakorlatilag akkor el lett döntve, hogy a városnak a gazdálkodási, gazdasági dolgoknak a felügyeletét fogom majd feladatul megkapni, kiegészítve azzal, hogy alapképzettségem műszaki ember, tehát így a műszaki és a gazdasági gazdálkodási feladatokat látom el. Mióta tölti be képviselői tisztségét? 2002-ben indultam el a 4-es számú választókörzetbe, elnyertem a választók bizalmát, és azóta minden választáson sikerült elnyerni a választók bizalmát. Nézzük egy kicsit ezt a 4-es számú választókerületet. Milyen paraméterekkel rendelkezik, illetve a város melyik részén helyezkedik el? A 4-es számú választókörzet az gyakorlatilag két nagy részből áll össze. Egyrészt az úgynevezett ókatolikus városrész, amely gyakorlatilag mondjuk a Szent László utcától indul, és akkor lemegyünk kifel a város széle irányába, Kuthen utca, Kápolna utca, Keleti utca, Kossuth-Lajos utca, és visszatérünk a város középpontja irányába Ady Endre utcán, ebben az egyik nagy terület. A másik terület meg átnyúlik a város központján, ami azt jelenti, hogy a Dózsa-György út, Kertész utcák, valamint a Liget utcáig terjed egészen, Madaras utat beleértve, Varró utcát beleértve. Két nagy terület. Paramétereit nézve eltér a két nagy terület. Az első rész, amit említettem, az ókatolikus városrész, az főleg magánlakásokból, kertesházakból épül föl, míg a második része és a városnak a közepe, az pedig ugye társasházak is alkotják. Ebből fakadóan más jellegű paraméterek jellemzik ezt a körzetet, gyakorlatilag az elidősödő folyamat az sajnálatos módon ezen a területen is véghez megy. Jó pár ház sajnálatos módon, főleg ugye a külső városrészen magányosan marad, ebből fakadóan ott feladatok fognak lenni. Hozzá kell tenni, hogy ez a városrész az a legalacsonyabban fekvő városrész a városban. Ebből fakadóan mondjuk a belvizes problémák leghamarabb itt szoktak jelentkezni. Más szempontból nézve ez a városrésznek az utca elhelyezkedése az olyan jellegű, hogy nagyon sok olyan szennyvízvezeték épült utólagosan, amikor hát a közutaknak a minőségét ezt jelentősen lerontotta. Itt nagyon komoly feladatok vannak ezeknek az utaknak, illetve a járdáknak mondjuk a folyamatos karbantartása, illetve teljes felújítása a jövőben ránk vár. A belső városrésznél ott gyakorlatilag intézmények is vannak az önkormányzatnak, és ezek az intézményeknek a körzetébe szintén jelentkeznek olyan problémák, amelyek mondjuk kevésbé érintik a külső városrészt, gondolok itt a hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák, kiemelkedő ebből sajnálatos módon a piac környéke, ahol ismétlődő módon hulladékkezelési problémák jelentkeznek. Röviden így tudnám összefoglalni. Milyen fejlesztések valósultak meg az utóbbi időben ebben a körzetben? Nagyon sok fejlesztés valósult meg, hála az Istennek. Kezdeném azzal, hogy volt egy ivóvízminőségjavító program, ennek keretében ugye nagyon sok helyen meg lett újítva, fel lett újítva, ki lett tisztítva a városnak ezen részén is a ivóvízrendszer. A szennyvízrendszernek a problémája sajnálatos módon, legfőképpen sajnálatos módon itt jelentkezik, gondolok itt a Szent István útra, meg hát ugye ehhez kapcsolódó részhez, valamint ugye ez a területen helyezkedik el a szennyvíztisztító, amelynek a rekonstrukciója a következő évek egyik nagy feladata. Ezen kívül természetesen a Kuthen úti óvodának a teljes megújulása és ez a fejlesztése volt az egyik legfontosabb lépés, emellett ugye a Dériné Művelődési Központnak ugye egy részleges felújítása megtörtént.
valamint a Városháza is érintve van ebbe a területben, mert hát azért csak a területnek a határán fekszik, és annak ugye a különböző pályázatokkal történő megújítása az megtörtént. Előttünk álló feladat a Dózsa 4-nek a energetikai felújítása, amely most van folyamatban. Mellette ugye megépült és felújult, fel lett újítva a látogatóközpont, amely most már Györfi Sándor Kossuth Díjas művészünknek a állandó kijelöltési helyét adja. Emellett ugye az átnyúló területeket a Liget utca környékén szintén járdafelújítási gondokkal küzdünk. Varró utcánál az idén egy jelentős terület ez fel lesz újítva Varró utcánál. Említett már most néhány elemet, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség ebben a körzetben. Miket lehetne még ezentúl megemlíteni? Mindenképpen nagyon fontos, most van folyamatban a belvíz elvezetési pályázatnak a kivitelezése. Vannak olyan pályázati fejlesztések, amelyeknél az egyéni érdek és a közösségi érdek némileg eltér egymástól. Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy itt a belvizes pályázat kivitelezésénél a közösségi érdeknek ugye messze magasan fontosabb szerepe van, mint az egyéni érdekek. Gyakorlatilag ez a legalacsonyabb városrész, amely elkezdődött ennek a felújítása. Itt tulajdonképpen ugye a közösségi fontosságú dolgok, hogy a városnak a teljes belvíz mennyiségének több mint kétharmad ez a területen történik az elvezetése, és ez bizony mostanában ugye kivitelezés során igen nagy meder átalakítási feladatokkal járt. Itt a kivitelező elvégezte a munkáknak jelentős részét, de vannak még finom hangolások, korrekciók, amelyek egyrészt ugye még nincsenek befejezve. Itt kérjük a lakosság türelmét, mert ugye vannak olyan egyéneket érintő helyi problémák különböző utcákon, amelyek még befejezésre várnak. Én azt tudom ígérni, hogy az önkormányzat azokat a problémákat, amelyek kikerülnek ennek a pályázat kivitelezésének a végrehajtásából, a közeljövőbe kezelni fogja és megoldja. Ez egy igen komoly feladatot fog jelenteni, de a következő időszakban én azt gondolom, hogy ezt az önkormányzat meg tudja és meg is fogja oldani. Miért tartja fontosnak, hogy továbbra is ön maradjon ebben a körzetben az önkormányzati képviselő? 22 éve vagyok képviselő, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés és öröm és felelősség, hogy egy olyan csapatnak vagyok a tagja, amelyik a városnak a fejlődésért, üzemeltetésért és a lakosság érdekében végzett munkának a részesei lehetünk. Én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ugye műszaki, gazdasági vonatkozású kérdéseiben az elmúlt években tudtam bizonyítani mindazt, ami jelen pillanatban rendelkezek élettapasztalattal, tudással, és én azt gondolom, hogy ennek a tudásnak, ennek a élettapasztalatnak az átadása és a végrehajtásba történő bevonása, ez jelen pillanatban is fontos, és a jövőben is fontos tudna lenni. Én szeretném azt, hogy azt a munkát, amit eddig végeztem, azt tudnám a város javára és a város lakóinak az érdekeibe végezni, és ehhez kérném majd a választókerületemben a választóknak a segítségét. Az új ciklusban hogyan látja, miért tartja fontosnak, hogy a jelenlegi polgármester töltse be a polgármesteri tisztséget továbbra is? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon egyszerű a válasz. Ha röviden akarom választ adni, akkor ő a legalkalmasabb rá. De én azt gondolom, hogy ezt jobban ki kéne fejteni. Gyakorlatilag Szepesi Tibor polgármester úr ugye életútja során megismerte és tulajdonképpen nagyon jól megismerte a város életének a különböző kihívásait. Intézményvezető korában pontosan látta azt, hogy milyen kihívásokkal kell foglalkozni és megoldani, és jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat nagy mértékben tudja hasznosítani, és nála alkalmasabb polgármester jelöltet, vagy a regnáló polgármestert nem is tudnánk elképzelni. Ő egy nagyon jó vezető, csapatot vezet, nagyon jól tudja alkalmazni a csapatnak, a tagjainak a tudását, akármilyen területről van is szó.
csak dicsérni tudom, és csak elismerni a munkáját, és javasolni minden választópolgárnak, hogy újra támogassuk őt a munkájába. Említsük még meg, hogy ennek a körzetnek a szavazókörei hol találhatóak. Két szavazókörről beszélünk. Beszélünk ugye a 7-es szavazókörről, amely gyakorlatilag a város központjában, a Kossuth téren, Kossuth tér 4 alatt lévő általános iskolában van kialakítva, szokás szerint. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ez a főleg a belvárosi résznek a szavazóit tudja fogadni. A másik szavazókör, a 8-as számú, az pedig a Kuthen úti óvodában található, amelyik az említett ókatolikus választókör, vagy választó szavazókörnek a választóit várja. Mind a két helyen azt gondolom, hogy nagyon kulturált körmérkőt jól tudnak szavazni az emberek, mint az elmúlt években is bizonyították. Én azt gondolom, hogy ez a választás, amelyik most jön előttünk, az gyakorlatilag nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen a mai helyzetben, a mai fejlődési viszonyok közepette nagyon fontos az, hogy kivezesse a várost, és erre ez a fideszes elmúlt évek bizonyította a csapat, ez kiválóan alkalmas, akár a város fejlesztésében, akár a város üzemeltetési kérdéseinek a megoldásában. Köszönöm az interjút, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget, természetesen örömmel bármikor minden kérdésre válaszolok. Még annyit tennék hozzá, hogy én az elmúlt 22 évem alatt gyakorlatilag nem biztos, hogy minden esetben minden egyes választópolgáromnál elmentem a házába és kikértem a véleményét, kikértem a támogató segítségét, viszont aki hozzám bejött és bármikor, bármilyen kérdéssel, bármilyen lehetőséggel megkeresett engem, annak igyekeztem eleget tenni, és a jövőben is ezt tudom megígérni. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!